A műsor támogatója az NKA és a hangfoglaló. Beat, az ütős alternatíva. Hangpróba, a hangfoglaló belső hangja. Sziasztok, ez a Hangpróba legújabb epizódja. Grócz, Bence, Konkoly vendégei vagyunk. Szia, üdvözöllek nálad. Szia. Tényleg fantasztikus, ami mögöttünk van, majd beszélgetünk mindenféle hangszerekről, csak egy fél mondatban hadd mondjam el, imádom a budapesti közlekedést, ebben a műsorban mindig megszoktam fogalmazni az oda utat, ha tehetem. Azt hiszem, hogy kb. Egy ilyen 10 kilométernyi távolságot Gazdagrétről idáig, több mint egy óra alatt tettem meg, ennyi alatt le is futom, úgyhogy lehet, hogy legközelebb gyalog jövök. Ne haragudj a késésért. Te viszont megírtad üzenetben, hogy addig takarítasz. Hát ilyen patentrendben én még soha nem érkeztem. Ez abból fakad, hogy építész vagy, és szereted azt, hogyha rend van körülötted? Hát csak vicceltem, de egyébként valamennyire tényleg rendet tettem. És kehedet egyébként... kisúroltad? Nem tudom, van-e kehed. Csak zuhanyzó. Ja, világos. Igen? Szóval igen, szeretem azért magam körül a rendet, meg igyekszem is rendet tartani, amennyire lehet. Tényleg minden tökéletes, és ez a zongorasarok, ez kifejezetten tetszik, úgyhogy erről majd még bőven beszélgetünk, de még egy impulzus, itt vagyunk a belvárosban, és a ház, amiben laksz, annak a belső kertje az kb. Olyan, mint egy ilyen botanikus kert, vagy mint egy ilyen kisebb fajta múzeum, tényleg ilyen designer létre, amiről fut le a növény, meg esernyős kompozíciók, stb. Ki szoktál oda üldögélni, alkotni, vagy gondolkozni egy kicsit, akár egy ilyen kis kézi szintetizátorral? Hú, nagyon nem. Bár jól néz ki, ez egy lakónak a szellem projektje, aha, de igazából elég ilyen dohos, meg sötét az a hely, úgyhogy annyira nem kellemes, inkább nézni jó. Tehát itt vagyunk most a te saját alkotóbirodalmadban, ugye? Hogyha valami igen születik, akkor ez itt születik. Többnyire igen. Ezt szerintem rögvest kielemezzük, és a mai műsorban rengeteg zenét is hallgatunk, úgyhogy érdemes hátradőlnöd, kezdődik a hangpróba, a hangfoglaló belső hangja. És most következzen a hangpróba, a hangfoglaló belső hangja. Próbaterem, stúdió, alkotó műhely. Mindenhová beviszünk, hogy első kézből hallhass a legtehetségesebb bandákról. Felkészültél a zenei kalandra? Startolt a hangpróba. A hangfoglaló belső hangja. A mikrofonnál Réd Ládán. Mindenhol, ahol rólad bemutatkozókat lehet olvasni, elől van az, hogy minden billentyűs hangszer szerelmese, legyen az egy kopott zongora, egy templomi orgona, egy analóg szintetizátor, vagy akár egy Kurzweil SP3X, hogyha jól látom, ez van most itt pont mögöttünk. De tényleg körbe vagyok véve mindenféle hangszerekkel. Azt áruljuk el, hogy a negyedik emeleten vagyunk. Ebből még sok budapesti házra vagy lakásra lehet következtetni, úgyhogy ne aggódj, nem rohannak meg majd a rajongóid. De itt a másik szobában van egy versenyzongora. Hogy került ez ide? Megvan ennek a története? Hogy lehet egy ilyet behozni? Hát az a versenyzongora édesapámé, úgyhogy én még nagyon kicsi voltam, amikor ide került. De azt tudom, hogy leszerelték a három lábát, és kiszedték a klaviatúrát, ami önmagában azért elég nehéz, és a körlépcsőházon hozta föl állítólag három ember, gondolom tagbaszakadt fickók voltak. Biztos ennek megvan a története, mesélte aput, hogy mennyire óvta közben, tehát így ment mögöttük, hogy jaj, ne óvatosan, ne érintsd hozzá a falhoz. Erről igazából nem tudok többet. Azt tudom, hogy van rajta egy sérülés, ami a szállításnál történt. De amennyire tudom, minden rendben ment, meg profi szállítók voltak. Egyébként apud mennyire engedte azt, hogy akár már kisgyerekként odaülj a zongorához? Tehát az alap volt, hogy te odaülhetsz, hogy voltak mindenféle ilyen dolgok, hogy rendben, hogyha mostál kezed, meg nem tudom, én nincsen éppen kakaó nálad. Hát a kézmosás az megvolt, de egyébként ezen a hangszeren tanultam én is, meg a bátyám is zongorázni, úgyhogy meg még mielőtt elkezdtünk volna tanulni, már akkor is sokszor ültünk ott, és néztük, ahogy apukánk gyakorol. Kötelező volt egyébként neked tanulni, vagy te szeretted volna? Nem, hát kötelező biztos nem volt, egyébként már nem emlékszem, hogy mikor is hogy iratkoztam be, vagy irattak be a szüleim, mert kicsi voltam. De szerintem egész egyszerűen az történt, hogy ebben a térben laktunk a családdal, és sokat láttuk, hallottuk apukánkat gyakorolni, és akkor így bennünk is megszületett a vágy, hogy akkor mi is tanuljunk.
Egyébként úgy látom, hogyha így körbenézzek, hogy tévé például a mai napig nincs, ezt jól észleltem? Igen, akkor egyébként volt, akkor még azért kicsit más, hogy nézett ki a berendezés, de aztán egyszer csak elromlott valamikor a 2000-es évek elején, és onnantól kezdve nincs tévénk. És hogy gyakorolt apud? Tehát meg volt adva a nap, melyik szakában ül oda, és játszotta körbe a rutin dolgokat, vagy ez olyan volt, hogy akár családként egy ilyen teljesen élvezhető dolog, tehát odaültetek, hallgattátok? Hát inkább teljesen véletlenszerűen, szóval nem volt egy ilyen fix gyakorló időpontja. És volt, hogy odaültünk, de szerintem inkább az volt a jellemző, hogy mindenki tette a saját dolgát, és akkor volt hozzá háttérzene. Én hobbi billentyűs vagyok, és amikor tanultam zongorázni, akkor azért megéltem azt, hogy amikor mondjuk mások lent játszottak, vagy éppen nem volt dolguk, akkor nekem gyakorolnom kellett, vagy gyakorolnom kellett volna. És bár nagyon szeretem a zenét, és nagyon szerettem a billentyűs hangszereken játszani én is, azért ez néha olyan volt, hogy hú, hát jobb lenne, hogyha most nem lenne ilyenfajta kötelezettségem. Te ezt hogy éled meg, hogy élted meg? Mármint a gyakorlásnak a kötelezettséget? Tehát, hogy le kell ülni, akár fiatalabb korodban is, nem tudom, napi hány órát gyakorolsz, gyakoroltál, de akár ez is egy érdekes lehet. Hát azért napi annyira... Mondjad nyugodtan. Annyira azt hiszem nem voltam ilyen nagyon szorgalmas gyakorló. Oké. Okay. Sőt, így a zenéskolának a végén, amikor már érettségiztem, akkor mondhatjuk azt, hogy gyakorlatilag az órákon gyakoroltam, tehát akkor már teljesen vállalhatatlan volt a felkészülésem egy-egy zeneórára. És most pedig, most az van, hogyha mondjuk van egy koncert, vagy most épp stúdiófelvételeket készítek, és akkor arra tudom, hogy x darabbal el kell készülnöm, vagy egy koncertnek az ívét ki kell találjam, akkor azért gyakorolok rendesen, tehát akkor vagy a koncertszettet, vagy a darabokat, amiket fel szeretnék venni, azokat sokszor újra és újra, tehát az ilyen klasszikus gyakorlás. És egy periódus, hogy egy-egy részt megnézek lassabban, hogy lehetne másképp, mitől nem jó, hogyan működne ilyesmi. De egyébként, amikor nincs semmilyen ilyen aktuális fellépés, felkérés, stúdiódás, bármi ilyesmi, akkor úgy nem ülök le gyakorolni, hogy most valamit megtanulok, akkor inkább játszani ülök le, és abból születnek új dolgok, hogyha születnek. Mondtad itt azt, hogy amikor tanultál, tehát ez egyértelmű, hogy te nagyon komolyan tanult zenész vagy. Most a YouTube nézők kedvéért megmutatom, ez a lista csak így a szakmai életrajzból, ami hát közel egy ilyen 10 cm hosszú. Én ezt nyilván nem fogom most végigolvasni, de hogyha egy valamit ki kéne ebből emelned, akkor melyiknek köszönheted a legtöbbet? Vagy hol érzed azt, hogy na ott olyat kaptál, aminélkül nem tartanál ott zeneileg, ahol most tartasz? Hát egyet nem tudok kiemelni, kettőt tudok kiemelni. Akkor emelj ki kettőt. Jó. Hát az első az a zongora tanulás. Abban végigjártam egy zenéskolát, ami 13 év volt, és akkor ennek mindenféle hozadékával, szolfézs, összhangzattan, zeneirodalom, improvizáció, ilyesmi. Tehát nyilván az a legbiztosabb, meg legerősebb bázisa annak, amit most csinálok. És a második pedig az improv school-os tanulmányok, mert ott kezdtem el producerkedéssel foglalkozni, ott kaptam egy másik féle szemléletmódot, ami szintén a szóló projekteknek a beindításához, illetve fejlődésükhöz vezetett. Erre amúgy én is ki akartam térni, úgyhogy innen folytassuk majd, mert hogy az Impro School-ban zenei produceri képzésen, vagy zenei producer képzésen, zeneszerző képzésen és mixing képzésen is részt vettél. Ez egy kicsit már így a technikaibb része a dolognak, de ez nagyon izgalmas lehet. Viszont mielőtt ebbe belemegyünk, azelőtt hallgassunk meg egy zenét tőled. Mi legyen az első, amit lejátszunk, és egy kicsit kérlek, hogy vezest fel. Nem arra kérlek, hogy magyarázd a dalodat, inkább arra, hogy adj hozzá egy kis kulisszat titkot, hogy még izgalmasabb legyen? Ez egy stúdiófelvétel lesz a készülő pianino albumomról, amiről azt tervezem, hogy össze fog megjelenni,
és ez mondjuk az elmúlt, tehát a lemez az elmúlt 3 évnek az ilyen pianino szerzeményeiből szemezget, elég több, vagy többféle hangulatban, tempóban, dinamikában, és ez egy lassabb, szomorkásabb, azt hiszem, hogy egész könnyen érthető dal lesz. Hmm. Ilyenkor a cím utólag születik meg, vagy abból indulsz ki? Hát az mindig utólag születik meg olyannyira, hogy gyakorlatilag még ezeknek a számoknak is csak munkacímei vannak, úgyhogy szinte biztos vagyok benne, hogy nem ezek lesznek a végleges számok. A címadásban annyira nem, tehát annyira még nem is foglalkoztam vele, mert hogy eddig csak annyira volt rá szükség, hogy amikor feltöltöttem YouTube-ra, SoundCloud-ra, akkor valamit kell odaírni, és nagyjából eddig is gondolkoztam rajtuk, hogy amikor ki kell tölteni azt a sort, akkor mi is kerüljön oda. Úgyhogy ezek ilyen nagyon primer asszociációk a zenéhez kapcsolódóan, vagy a zenémhez kapcsolódóan mindig vannak bennem képek is, vagy érzések, és ezeket próbálom meg lehetőleg egyszerűen szavakban megfogalmazni. Ja, de ezeken még van még mit dolgozni. Akkor a munkacímet, mielőtt indítom a dalt? Vidó. Vidó. Ez szól most itt, indítom a hangpróbában. Hangpróba. Hanghordozó. Az ember, aki a zene mögött áll. Már az első dal alapján hallatszott az, hogy gyakran repetitív a zenéd, és egyébként ez az építkezés is nagyon izgalmas, amit kihasználsz benne. Hogyha nekem valamit ki kell emelnem, akkor ez az atmoszférikus vonal az, amit előhoznék, illetve egy kis melankóliát is érzek, ami az eddigi ismertségünk alapján úgy látom, hogy így nagyon te vagy. Ez a vonal, ez már a korábbi zenekari munkásságod alatt is rajzolódott, vagy ez egyértelműen a szóló projektethez köthető? Ez egyértelműen a Konkoly projekthez köthető. Hmm. A zenekarban, vagy azt mondanám, hogy már a zenekari működésben is ugyanazokat a dolgokat kerestem, vagy ugyanazokat a dolgokat szerettem volna kifejezni zenével, mint amit ma próbálok meg, csak teljesen máshonnan indultam, nem voltak meg az eszközeim, tehát mint egy gyerek, amikor még tanul beszélni, és csak gagyog, vagy így egy-egy szót ismer, de nem tudja pontosan az okokozati összefüggéseket, ami nem azt jelenti, hogy ma már a bölcsekkövének birtokosa lennék, de hogy abban biztos vagyok, hogy már sokkal egyszerűbben fogalmazok meg dolgokat zenényelven. Én behoztam azt a vonalat, hogy egyébként építész vagy, és ott megfigyelhető az, hogy nagyon precízen kell dolgozni. Itt neked is van egy munkaasztalod, ami szerintem szent és sérthetetlen. Tudom, ismerem egyébként az apósom is, meg rengeteg barátom építész, tehát hogy átlátom valamennyire kívülről, vagy kívülállóként ezt a világot. A zenéd is valahogyan így születik? Tehát a legózás az nagyon derogáló, nem ezt akarom mondani, de hogyha mondjuk így gondolkozunk, akkor elemekből építkezel, és fontos az, hogy például minden szimmetrikus legyen adott esetben, vagy pont nem, tehát hogy tudományosan írod a zenét? Kifejezetten nem, és kifejezetten törekszem arra, hogy ne így legyen. A zenekarban még kifejezetten törekedtem arra, hogy ez így legyen. Aha. És nyilván ez egy sok tényezős történet volt, de hogy azt gondolom, hogy ez a törekvés is okozta azt, hogy az a zenekar már nincs, és azt, hogy nem jelent meg semmilyen hivatalos anyagunk. Tehát, hogy a kontrollnak a szerepe, meg azt, hogy a tervezettség ilyen izzadságszagúvá, meg ilyen erőltetetté tett a dolgokat. Úgyhogy a szóló projektben kivéletlen az intuícióra próbálok meghagyatkozni, és abból alapvetően abból táplálkozni, és amikor onnan már elértünk egy olyan szintet, amikor már van valamilyen hangzóanyag, akkor inkább így az utó fázis során kezdek el precíz lenni, és talán ott jön be a mérnöki szemlélet, de ezt próbálom minél inkább kitolni, és később elkezdeni gondolkozni. Tehát akkor ezt így lazábban veszed? Igen, abszolút.
A Flow nevű zenekari formációs témából most tovább lépünk tényleg a Konkolyra, arra a projektre, amire ma fókuszálunk, de még egy záró kérdést ehhez a részhez meg kell ejtenem. Jó egyedül zenélni? Hát vannak előnyei és vannak hátrányai. Jelenleg élvezem, mert sokat zenéltem nem egyedül. Fogós kérdés, mert néha egyébként meg azt érzem, hogy így elfáradok, vagy nehéz egyedül meghozni minden döntést, meg nem tudom, akár egyedül felkészülni koncertekre, vagy egyedül felmenni a színpadra. Tehát, hogy van ennek érzelmileg egy nehéz oldala, meg technikailag is egy nehéz oldala. Ugyanakkor az pedig könnyebbség, hogy hát ha úgy tetszik, akkor nagyobb a szabadság. Az előző blogban említettük már azt, hogy produceri dolgokat tanultál, zeneszerzői dolgokat, mixing, tehát ilyen utómunkás dolgokat is tanultál. Azt látom, hogy szereted magad kütyükkel körbevenni, de mennyire élvezed ennek ezt a munkarészét? Tehát amikor azt mondtad, hogy új dalokon stúdióban dolgozol, akkor azt úgy kell elképzelni, hogy te ezt itt önmagad, itthon végzed, vagy elmész valahova stúdiózni? Ezt konkrétan, mármint, hogy ezt a részét most itthon végzem. Tehát akkor azért kvázi az elejétől a végéig minden fázisra ráhatásod van? A végén még nem tartok, és a végénre nem lesz ráhatásom, tehát a masteringet nem én fogom csinálni, és a keverésben pedig részben valószínű, hogy segíteni fog Jank, aki most a hangfoglaló programban a mentorom. De egyébként a többit azt én csinálom, igen. És mennyire élvezed ezt a részét? Nyilván a billentyűs részében nincsenek ilyen kérdések, mert alapvetően úgy tűnik, hogy ez a szerelmed, ez az életed, de amikor le kell ülni a monitor mögé, és mondjuk így a keverést végezni, ilyesmik, az mennyire a te részed? Nagyon élvezem, de ez lehet, hogy csak azért van, mert a saját zenémről van szó. Tehát, hogyha alkalmazott zeneszerzésben kellene ugyanezt csinálnom, akkor azt el tudom képzelni, hogy ugyanolyan fárasztó lenne, mint egy nem zenei tevékenységű munka. De igazából szerettem, illetve volt is már egy ilyen megkeresésem tavaly, egy dokumentumfilmhez írtam zenét, ami ha úgy tetszik, akkor alkalmazott zene volt. Ez a Koronatanú, ugye? Igen. Réti László és Borbás Barna rendezte, és a Kommunista Magyarország egy szeletét mutatja be, és az egy teljesen más jellegű feladat volt, mint amikor a saját dolgaimon dolgozom. Abban sokkal több ilyen produceri munka volt, de azt is nagyon szerettem. Ez amúgy nagyon izgalmas, ez hogy történt? Kiraktad magad mellé a filmet, nézted és játszottál hozzá, vagy készítettél egy zenét akár időre, és akkor így összepasszolt a kettő? Hát ezzel elég sokat babráltam, megkísérteztem, hogy jó, mert ugye a zeneszerkesztő program az annyira nem kedveli a videót, és akkor ennek a kettőnek Igen, amelyiket én használom, az kevésbé kedvelte, és akkor ennek a optimalizálásából így szóval erre sok idő ment el, de egyébként úgy készítettem, hogy megadott jelenetek voltak, amikre tudtam, hogy különböző zenét szeretnék csinálni, és mindegyik jelenetben próbáltam megkeresni a csúcspontot, illetve a rendezőkkel is beszélgettünk, hogy mi az a dramaturgiai csúcspont, amire ennek a jelenetnek a zenét ki kellene futtatni, és akkor az volt mindig egy fix pont, és akkor onnan tudtam előre-hátra, hogy hány percen, másodpercen van még, és akkor a zenét is úgy próbáltam kanyarítani, hogy legyen egy csúcspont, és akkor valamilyen kivezetés, valamilyen bevezetés. Ez amúgy a világon az egyik legizgalmasabb dolog. Én még a szakdolgozatomnál is használtam ilyen kisebb rádiós munkákban, reklámokban, szignálokban, promókban. Ugye nagyon izgalmas az, hogy milyen zenét tesz alá az ember, és hogy a különböző stílusú hangulatú zenék más-más hatást tudnak elérni, és mindig megvan az az egy, ami az éppen adott célodat hát el tudja érni, hogyha szóismétlek. És arra volnék most kíváncsi, hogy szerinted ezt a zenét mennyire találtad el ennél a dokumentumfilmnél? Ugye az első ilyen munkád, amikor újra nézed, akkor mit érzel?
Alapvetően elégedett vagyok vele, és szerintem az atmoszférát azt, azt sikerült jól belőlnöm. Egyébként nem is volt nehéz dolgom abból a szempontból, hogy azért kerestek meg, mert a saját zeném, tehát a Konkoly zenéje tetszett nekik, és azt gondolták, hogy valami ilyesmit lehetne a filmben is készíteni, tehát nem az volt, hogy, hogy valamilyen teljesen más dologhoz kellett nyúlnom. Úgyhogy összességében szerintem jól sikerült. Nyilván vannak olyan részek, amiket ma már máshogy csinálnék, de... De szívesen újra nézed? Szívesen újra nézem egyébként, igen. Tök jó. Még így a mixing résznél egy kérdés belém szorult. Mondtad azt, hogy azért az intuíció sokat számít a zenétben. Nyilván most ezt tanultad is iskolában, hogy hogyan kell végezni. Hogyha leülsz oda a monitor mögé, akkor hogyan százalékolnád? Tehát mondjuk 50-50, vagy inkább intuíció, inkább megtanul dolgok. Biztos, hogy itt is vannak ilyen recept hozzávalók, hanem is receptek, hogy mire kell figyelni, meg mit hova kell helyezni. Tehát mennyire ösztönösen kevergeted a zenédet? Mármint kifejezetten a mixing részre. Igen, ez érdekel. Mennyire tudatos, mennyire ösztönös? Hát ez százalékban nehéz megmondani. Első az az, hogy azért nem vagyok egy ilyen hatalmas keverőzseni, meg ez is egy szakma, amelynek én nem vagyok a... Na jó, de mégis tanultad. Tanultam, igen, de az a tanulás az inkább arra volt jó, hogy amikor... Hogy tudjam, hogy mi az, amikor ezt el kell engednem, és át kell adnom egy profi szakembernek, mert ez jobban ért. Tehát én inkább a művésztő oldaláról közelítem meg, tehát hogy amikor készítem a zenét, akkor tudom, hogy mi az, amit jó, ha csinálok, vagy az mit okoz, mi az, amit nem szabad, vagy ajánlott, vagy... Hát igen, de százalékban megmondani... Talán azt mondanám, hogy így ott is 70% az intuíció. Uh-huh. És akkor a mögött van egy ilyen mérnöki jellegű tudás. Most ismét a zenéje a főszerep. Mit hallgassunk? Ez most legyen egy szóló darab az elektromos zongorán, a Kurzweilen, aminek az a jellegzetessége, hogy ez volt az első darab ezen a hangszeren és ezen a tépekon, ami itt van előttem. Ezt egyébként most itt ilyen kis zárójeles megjegyzésként elmondom, hogy az utolsó blokkban majd így végigmegyünk egy picit azokon a hangszereken, amiket itt mögöttem láthatunk, hogy hangot is tudjon mindenki társítani hozzá, tehát ez nem marad el ebből a műsorból. És ez a darab indította el, illetve ennek a két hangszernek vagy eszköznek az együttese indította el a Kurzweil szólókat gyakorlatilag, úgyhogy ez azért fontos számomra. Egyébként az a videó, amit én láttam rólad a YouTube-on, a tape date, az is azzal a tépekóval? Igen. Készült, ez az egyik kedvencem amúgy. És a szintivel mellette. Világos. Jó, ennek címe? Nem tudom, hogy erőltessem ezt a kérdést. Lehet, hogy el kell engednem. Ennek az a címe, hogy Time to Search. Time to Search. Jó, tehát akkor ezt most meghallgatjuk, utána pedig egy picit boncolgatjuk majd a zenéket is, mert eddig ezt nem tettük meg, és a koncertekről is beszélünk majd. Hangpróba. Fülbemászó. A dal születése. Ezt eddig ebben a műsorban nem mondtam el, de picit borítjuk a struktúrát, annyiban, hogy négy blokkban beszélgetünk, pusztán azért, mert nem akartam az egyik dalt sem félbevágni, tehát azt gondolom, hogy ezek így egységek így vannak egybe, és ezeket szentségtörés lenne mondjuk így lefelezni akár. És hát itt az előbb már mondtam azt, hogy nézz előttem a YouTube-on, több videófelvételed is megtekinthető, ahol zenélsz. Talán az egyik számomra legizgalmasabb az a Kunst volt, amit a hajógyárral együtt készítettetek. Az mind vizuálisan, mind pedig zeneileg nagyon lenyűgöző. Viszont amikor megláttam, hogy ez már több hónapja, kb. Egy éve történt, tehát hogy már egy régebbi projekt, azon kezdtem gondolkodni, hogy mostanában mi van veled? Miért van ekkora csend a YouTube-on? Mostanában dolgozom itthon, stúdió felvételeken, illetve volt pár koncertem, amire készültem, és ezért most egyszerűen nincs kapacitásom arra, mert nem is tartom fontosnak, hogy YouTube-ra töltögessek videókat, mármint ilyen házi felvételekre gondolok.
de készül egy klip, így az albumhoz kapcsolódóan, illetve készülnek ezek a felvételek, szóval ez így kiteszi a szabadidőmnek. Amúgy nálad nagyon más egy klip, mint mondjuk egy zenekarnál, vagy más zenei stílusban. Itt tulajdonképpen azt a vonalat fogod továbbra is vinni, hogy hát talán az image kliphez hasonlít a legjobban a dolog, hogy látszol, hogy zongorázol valami szép atmoszférában, vagy elképzelhető, hogy ettől teljesen elszakadsz majd? Ettől biztos, hogy teljesen elszakadok. Hm? Én biztos, hogy nem leszek benne. Na. És ki lesz benne, vagy mi lesz benne? Hát ezt még nem tudom, vagy, vagy már vannak ötleteink a rendezővel, akivel dolgozom, de még így nagyon alakul. Azt tudom, hogy igen, nem egy ilyen más filmet szeretnék, ahol én játszom valamilyen hangszeren, mert egyszerűen még nem tartom elég izgalmasnak ezt a látványt vizuálisan. Hogyha mondjuk lehet, hogy sokkal bővebb lenne a setup, és sokkal komplexebb zenét csinálnék, akkor ezt is kielégítőnek tartanám, de most nem ilyen lesz. De ez amúgy cél? Igen, az abszolút cél. Tehát nem elég, hogy jó zenét játszik az ember, látványosnak is kell lennie? Ja, hogy az a cél, azt hittem a setupnak a komplexitására gondolsz. Mind a kettőre gondolok. Hát a látványosság az nem kifejezetten cél, szerintem az előbb-utóbb hozza magát, hogyha úgy tetszik. És a setup komplexitása? Az érdekel, igen, azt szeretném bővíteni. Igazából azért, mert sok lehetőség van szerintem ebben a műfajban, de hogy nekem meg csak két kezem van, meg két lábam, tehát hogy valamennyire limitált az, hogy egyszerre mit tudok előadni élőben, és azon gondolkozom, illetve úgy szeretném bővíteni a dolgokat, hogy élő maradjon a zene, de több dolog szóljon, mint amennyit én meg tudok szólaltatni. Inkább az a vonal érdekel, ami ez a looper pedálos, tehát amit mondjuk Ed Sheeran vagy Passenger koncerteken lát az ember, hogy mondjuk feljátszik valamit, és akkor az úgy megy körbe-körbe, és rájátszik még egy szólamot, vagy inkább abban gondolkozol, ami ez a harddiskes verzió, hogy fel van véve valami, és akkor tulajdonképpen arra játszik rá az ember. Egyiken sem. Na, akkor mind gondolkodsz? Hát azon gondolkozom, hogy különböző midi jeleket futtatok különböző eszközökre, amelyek nem szólnak, csak akkor, amikor én szeretném, és ezeknek az eszközöknek a hangját tudom élőben módosítani, illetve bele tudok nyúlni a midibe is, illetve tudok valamin élőben is játszani. Ez nagyon izgalmas, ilyen live-ektes vonalban, de itt nagyon sok az esélye annak, hogy valami hiba becsúszik, nem? Tehát, hogy itt nagyon kell figyelni. De feltételezem, igen, de egyébként nyilvánvalóan nem én találtam ki ezt a koncepciót, persze, csak ezzel szeretnék kísérletezni, vagy ebbe az irányba mennék majd tovább a szólók után. Ez egy kicsit kockázatosabb vonal, viszont nagyon különleges lehet ennek az egésznek a gyümölcse. Izgalmas ez tényleg, és itt tényleg megint ez a vonal jön be, hogy az ember egy kicsit bingizget előre, tehát hogy ezeket a midi jeleket el kell készíteni, tudni kell, hogy mit hol kapcsol be. Gondolom, hogyha valami olyan, hogy a ritmusa számít, akkor az sem mindegy, hogy mikor indítod el, hogyan, tehát hogy egy csomó gomb lesz körülötted, és akkor majd így lehet nyomkodni. Ez eléggé jól hangzik. Kanyarodjunk rá egy picit magára a zenédre. Olyan vonalon, hogy azt értem, hogy a zeneszerzés az nagyban intuíció, de induljunk most el egy kicsit innen, hogy honnan jön az ihlet? Mi történik? Te leülsz a billentyű mögé, és elkezdesz játszani valamit, amit már korábbról ismersz, tudsz, és akkor egyszer csak elkanyarodsz, vagy meg tudod azt tenni például, hogy na most írunk egy új dalt? Ezt már sokszor megpróbáltam, már mint ez az utóbbit. És még egyszer sem sikerült, mert olyan szempontból nem sikerült, hogy nem lett belőle egy jó dal, mert azt tapasztaltam meg magamon, ez nem tudom, hogy egy általános ilyen zeneszerzői mindset, vagy hozzáállás, vagy egyszerűen a személyiségemből fakad, de hogy amikor van egy ilyen teljesítménykényszer, az számomra nem tesz jót, vagy az intuíciónak alapvetően nem tesz jót, szerintem. Úgyhogy soha nem szoktam úgy leülni, hogy most írok egy új dalt. Úgy szoktam leülni, hogy most leülök azért, hogy zenéjek és jól érezzem magam. És aztán, hogyha ebből alakul valami, amit nem hallottam már saját magamtól százszor, vagy mástól több százszor, szóval, hogy ha bármi
izgalmat vagy újdonságot vélek benne felfedezni, akkor azt elkezdem játszogatni, aztán felveszem akár csak telefonnal, akár gyorsan csak valami mikrofonnal, hogy ne felejtsem el. Uh-huh. És hogyha tovább szeretnék rajta dolgozni, akkor újra hallgatom másnap, megint megpróbálom eljátszani, és akkor így fejlődnek ezek. Feledékeny vagy? Került már kukába így dal, hogy valami jót játszottál, aztán elfelejtetted? Persze, nyilván sokkal több került kukába, mint ami nem. De nem is kell mindent fejben tartani. Forgatom az agyamat, mert rengeteg minden érdekel abból, amiket itt mesélsz, és most például azon a ponton ragadtam meg egy kicsit, hogy leülsz, amikor kedved van, meg amikor így élvezed a zenélést, ez gyakran szokott eljönni? Tehát ez neked kvázi a kikapcsolódás? Ez a kikapcsolódás, igen, és az, hogy mennyire gyakori, az megint csak ilyen életszakad vagy élethelyzet függő, tehát most, hogy stúdiózok, most ilyet egyáltalán nem csinálok, mert amikor leülök, akkor vagy gyakorolok, vagy felvételt készítek, de egyébként, amikor meg mondom, hogy nincs semmi olyan aktualitás, hogy koncert, vagy felvétel, akkor igen, akkor leülök csak úgy játszogatni. Ugye az NK a hangfoglaló induló előadói pályázatának legjobbjai között vagy, ennek feltétele, hogy készüljön egy album, és gondolom, hogy most ezen dolgozol. Mi az, amit ennek a programnak köszönhetsz, és mi lesz az, amit ebből mi kézzel foghatunk? Hát amit ennek a programnak köszönhetek, az elsősorban még szakmai elismerés, ami azért fontos számomra, mert hogy már nagyon régóta foglalkozom zenével, ezzel a projekttel is relatív régóta, és hogy jó érzés volt azt tapasztalni, hogy egy ilyen szakmai grémium azt mondja, hogy gyerünk, csináld. Másrészt nyilván a határidő is nagyon jót tesz, mert hogy ezeket a felvételeket elkészítettem volna 2 éve is, amikor mondjuk ezek a számok születtek. Harmadrészt pedig a mentori támogatás, ezt azt tudom, mert sokszor elmeséltem a barátaimnak, de most itt is elmondom, hogyha nem baj, hogy Tom York mondja azt, hogy egy szóló előadó, hogyha igazán őszinte magához, akkor soha nem szóló előadó, hanem mindig van mellette, vagy mögötte, vagy valahol valaki, aki ilyen külső szemmel tud ránézni és visszajelzést adni, és ez szerintem szóló előadóként nagyon fontos, mert hogy az ember a saját anyagait egyszerűen nem tudja objektíven megítélni, és ezért objektív döntéseket sem tud hozni egy idő után, és tök, hogyha van egy olyan ember, aki azt mondja, hogy ez kuka, ez tök jónak jelenti, hogy ki akartad dobni, ezt próbáljuk meg így, és mi. És milyen album születik majd ebből? Hol tartasz? Több albumot tervezek. Most rögzíteni aztán azt, hogy ezeket mikor érnek publikálás fázis, azt még nem tudom. De hogy az első az egy pianino szóló album lesz. Lehet, hogy most még így nem is mondanék többet, és nem rakok a vállamra feleslegesen. Ja, inkább azért nem mondasz most többet, hogy ne legyen rajtad olyan nyomás, amit úgy érzel, hogy teljesíteni kell. Igen, úgyhogy egy pianino szóló album biztos, hogy lesz. Jó, hát ezt várjuk szeretettel. Még egy pont van így a folyamatban, ami engem nagyon érdekel, mert te magad végzed a rögzítést, és tudom azt, hogy ezekkel az eszközökkel, amik ma rendelkezésünkre állnak, meg lehet azt is csinálni, hogy akár 100-szor felveszel egy részt, és mondjuk azt is meg lehet csinálni, hogy nem egyben rögzítesz egy dalt, hanem csak részenként, lehet utólag editálni, stb. De valahol meg azt érzem, hogy a te zenédnél fontos az is, hogy benne legyen az, ami akár egy egyszeri feljátszásból következik. És kíváncsi vagyok, hogy ez nálad hogyan történik, mennyire javítgatsz, mennyire pontosítasz, mennyire akarod azt, hogy ilyen midis, hát van ez a quantized dolog, hogy minden a helyén szóljon takra, dolog valósuljon meg, vagy mennyire az van, hogy igazából egy élő ember vagy, aki játssza a zenét, és szeretnéd, hogy minél inkább úgy szóljon, mint mondjuk egy koncerten. Abszolút ez az utóbbi, az irány meg a cél. Egyrészt az akusztikus hangszerekbe, vagy azok felvételében nem lehet utólag beányúlni,
illetve bele lehetne, de hogy én játszom, abban nem lehet, és azon azt jelenti, hogy nagyon különlegesen játszom, hanem hogy nem takra játszom, tehát nem metronomra játszom, nem 100%-ig kötöttek a dalok, tehát hogyha mondjuk egy dal, amit mondjuk stúdióba viszek, azt nagyon kigyakorlom, akkor is mondjuk 80%, hogy 80%-át játszom, mert mondjuk ugyanúgy egymás után kétszer, tehát ezeket így nem tudom összevagdósni, hogy az eleje jó volt, ennek a vége volt. Mi jó. És ezzel nyilván sokat küzdök is, meg ezért milyen lassú, úgymond maga a stúdiózás, mert hogy egy dalnak feljátszom, nem tudom, 10-15 verzióját, aztán alszok rá két hetet, mert rájövök, hogy azt a részt máshogy kellene, igen. És hát aztán mindent előről kell kezdeni, újabb körök. Igen, úgyhogy ez a MIDI kvantálás az abszolút nincs. Amikor producered zenét készítettem, akkor volt, de akkor sem azért volt, mert pontatlanul játszom. Ja, nem is feltételezem, de hát nyilván az élő játékban mindig van valami pontatlanság, igen, pont ettől jó. Igen. Meg egyébként, hogyha nagy pontatlanság van, akkor, és valamiért nem akarom újra egyszerűen, akkor van, hogy belehúzok, de úgy szerintem a pontatlanság miatt emberi a történet, de hogy mégis, amikor több hangszer van, meg több MIDI élet kell kontrollálni, akkor van, hogy azokat össze kell húzni, meg ez egyszerűen technikai dolgok miatt, hogy a hangkártyában van egy kis késés, és hogyha onnan küldöm ki a MIDI-t, és onnan hangszerről vissza az audio, akkor az nem fog passzolni tökéletesen. Tehát ilyenekkel azért sokat szoktam bíbelődni, de ez inkább technikai dolog, mint az emberi faktornak a kiküszöbölése. Nekem nagyon tetszik ez a szakmai rész, viszont hogy az átlag nézők is képben legyenek. Itt az előbb már említettél egy nevet, de azért arra még kíváncsi vagyok, hogyha olyan mentorokat nézünk, akiktől mondjuk úgy tanultál, hogy nem találkoztatok személyesen, akkor kik számodra az etalonok ebben a műfajban? Tehát kik azok, akikre úgy felnézel, hogy na, én tanultam tőle valamit. Nekem például ilyen nagy kedvencem a Deep Purple, de én tényleg csak hobbista vagyok. Én nagyon-nagyon szerettem azt az orgonajátékot, és az egyik zenédről be is ugrott rögtön az a hangzás, de mondd inkább te. Hát a legelső ilyen nagy favoritok az a Foo Fighters, meg a Muse volt, ami talán így első hallásra távol áll attól a zenétől, amit most készítek, de dramaturgiában, monumentalitásban, ilyen erőben, illetve az erőnek az ilyen halk vagy csendes kifejezésében szerintem tudok egy csomót tanultam. Nem tudatosan, nyilvánvalóan, tehát ez most még ilyen gimis korszak, amiről beszélünk. Jössz Muse koncertre, voltra? Azt hiszem, hogy nem. Oh. Voltam, mikor is tavaly. A Szigeten is voltak régebben, meg igen. Meg a Paplászlóban voltam egy-két éve, meg azelőtt is voltam. Tehát azért hallottad már őket élőben is. Igen, és még mindig nagyon szeretem őket, és nagyon jó látni azt is, hogy egyre jobban, hogyan maxolják ki egyre jobban ezt a stílust. De már annyira azért nem mozgat meg, hogy elmenjek egy fesztiválra meghallgatni őket. Aztán ami az ezt követő, tehát visszatérve az inspirációkhoz, nyilván a műfajnak a egyik legnagyobb alagja az Nils Frahm, akitől szintén nagyon sokat tanultam soundban, hozzáállásban, mindsetben, ilyen technikai ügyekben, ő nagyon sok ilyen kütyűs dolgot meg lehet tőle találni, hogy hogyan csinálja a dolgokat. De azért nagyon nem is akarom, sőt, egy ideje már szándékosan próbálom nem hallgatni, meg lejteni magam róla, mert nyilván nagy a csábítás, hogy az ember őt koppintsa. Jó, de más az inspiráció meg a koppintás, tehát tényleg azért így hatnak ránk a zenék. Igen, ez tény is való. Na, még egyet. Még egyet? Tudom, hogy sokáig tudnád sorolni. Jó. Hát legyen akkor mondjuk John Hopkins, mert benne meg azt szeretem, hogy jó, ezt hogyan is fogalmazzak már röviden, de hogy sound design tekintetében szerintem ő nagyon erős, és minden mellett meg nagyon jó zeneszerző is, és szerintem az tök tanulságos, hogy hogyan csinál egy
Szóval, hogy hogyan kell könnyen fogyaszthatóvá tenni egy egyébként nagyon minőségi zenét. Megvan a házi feladat, izgalmas lehet ezen a listán végigmenni. Most viszont újra sajáddal következik, még mielőtt itt átmegyünk hátra és élőben is zenélünk majd, valamit meghallgatunk a korábbi stúdió felvételeit közül, mi legyen az? Ez legyen a Konkoly munkacímű szám, okay. ami egy producerált szám, és erről azt kell tudni, hogy az lett ez a szám címe, mert amikor ez a dal megszületett, akkor született meg maga a név is, már mint a projektnév, és ebben kombinálom a különböző billentyűs hangszereket egy kis ritmikával is, amik itt láthatóak. Indítom a dalt. Hangpróba. A hangfoglaló belső hangja. Harmóniumtól a szintetizátorig. Volt egy ilyen lakáskoncert, ez az első része volt, de már ez is két napos vagy két estés lett, én úgy tudom, és nagyon izgalmasan hangzik a koncepció is, úgyhogy erről egy picit beszélgessünk. Itt már az elején mondtam az interjúnak, hogy az orgonát is kedveled, a harmónium is itt van mögöttem, talán mielőtt a lakáskoncertre rákanyarodunk, egy mondatban kérlek, meséld már el, hogy honnan a viharból szerez az ember egy harmóniumot? Tehát oké, hogy egy templomban mondjuk találsz, de hogy lehet egy ilyenhez hozzájutni? Én is sokáig kerestem, másfél évig tartott maga a vásárlási procedúra. Szüleimnek egy ismerősnek az ismerőse harmónium művész, és rajta keresztül találtam egy figurát, aki harmóniumok restaurálásával foglalkozik, és mellette kántor, és ha jól tudom, remélem most nem mondtam rosszul, és vele vettem fel a kapcsolatot, és akkor elutaztam hozzá, ott volt a garázsában, nem tudom, 25 harmónium, teljesen lerohadva, ez is teljesen szét volt esve, tehát abszolút nem szólalt meg a billentyűk, jobbra balra álltak, hiányoztak alkatrészek, és akkor egy ilyen teljes körülfelújítást végzett, esztétikailag is, meg hangtechnikailag is. De nem azért van leragasztózva? Nem, az azért van, mert ez nyilván nincs szasztén vagy kitartó pedál, mint a zongoráknál, szintiknél, tehát itt addig szól egy hang, amíg le van nyomva a billentyű. Ja, és csak két kezed van. Csak két kezem van. Azt a mindenit, milyen kreatív. Mert már belefutottunk korábban. Oké, lakáskoncert. Itt történt? Igen. És mennyire volt ez zárt körű? Tehát oké, jól esik nekem, hogy meghívsz a lakásodba, vagy meghívhattam magam, de mondjuk hány embert ültetsz be ide egy ilyen koncertre, vagy ezt hogy csináljátok? Hát úgy volt zárt körül, hogy az ismerőseimnek az ismerősei így volt kiterjesztve mondjuk, de nem volt ez ilyen nagyon szigorú face control. 30x szék volt ide berendezve, és azért lett két estés, mert hál' Istennek többen jelentkeztek, vagy többeket érdekelt, és akkor így volt két ilyen 30 fő körüli este. Ez nagyon-nagyon jól hangzik. Valószínűleg, hogyha így folytatod, akkor szükséged lesz idővel egy nagyobb lakásra, de tényleg tetszik az egész koncepció. Mennyire zavarja ez vajon a szomszédokat? Most nem feltétlen csak a lakáskoncert, hanem azért ezeknek van hangjuk. Van. Szerencsére ugye az egyik szomszéd az már egy másik társasház, ja, tehát ők nem tudják, hogy én ki vagyok, vagy hogy honnan jön a hang. Az alsó szomszéd régen ród volt, egy csomó nagy zenekarnak, Metallicának, meg ilyesminek ród volt, ezt mindig meg is beszéljük, úgyhogy ő inkább biztat, mint hogy zavarna, és a harmadik szomszédban pedig fiatalok laknak, meg nekik így szóltam, hogy most lesz egy kis zaj, vagy most felvételeket készítek, és akkor ott van egy ilyen párbeszéd arról, hogy minden rendben legyen. Gyertek már át. Hallottak már? Átjöttek már? Nem jöttek át, de még nem is hívtam őket. Figyelj, ez teljesen ideális, meg egyébként sokkal jobb, mint amit nálunk csináltak most a liftben. Kiírták, hogy felújítási zajok várhatóak, és ugye ez úgy szokott lenni, hogy kiírnak egy-két dátumot, de ott kiírták azt, hogy mit tudom én, május 25-től június 20-áig talán, tehát hogy kiírtak gyakorlatilag egy hónapot, tehát ez szerintem sokkal szerethetőbb. Oké, mi is egy picit most átvedlünk majd ilyen lakáskoncert hangulatban,
először megtesszük azt, amit ígértem, és akkor én leszek John Lord. Hátra megyünk, és akkor egy kicsit megnézzük, hogy mik ezek a hangszerek, milyen hangjuk van, utána pedig majd az Activity rovatban élőben is eljátszol nekünk valamit. Úgyhogy ez a blokk következik. Talán most még, amíg itt ülünk, addig csak azt a részt egy kicsit meséld el, hogy így az élő részben mit fogsz nekünk játszani. Az élő részben egy Arrival Part munka című dalt fogok játszani, ami egy analóg szintén van, illetve szerepel benne ez a kurzweil is, illetve kiegészítettem egy dobgéppel, ami egy új szerzemény, és ez egy ilyen hosszan és lassan építkező, de elég dinamikus és erőteljes csúcspontba kifutó dal. Akkor először egy kis hangszerszemle, seregszemle analógián, harmóniumtól a szintetizátorig, és utána pedig ez a dal következzen az Activity rovat. Hangpróba. Activity. Akcióban a csapat. Itt vagyunk az első állomásnál, a harmóniumnál. Itt több mindenre hívnám fel a figyelmet, miközben nézitek a kis bemutatót. Egyrészt arra, hogy ez ugye egy olyan hangszer, amit folyamatosan pedállal kell hajtani, tehát pumpálni kell ahhoz, hogy hangot adjon ki. Tehát van egy ilyen kis extra fizikai munka, illetve itt vannak a műsorban is említett ragasztószalagok, amik bizonyos hangokat lefognak. Gyere Bence, kérlek, mutass be minket a hangszernek. Igen, ez egy szívó harmónium, ami azt jelenti, hogy ahogy pedálozok, van benne egy nagy légzsák, ami átszívja a sípsorokon a levegőt. Ezeknek a sípsoroknak, illetve a levegő útját tudom változtatni a különböző regiszterekkel, amelyek itt láthatóak fönt. Vannak hangzó, illetve mechanikai regiszterek. A hangzó regiszter az azt jelenti, hogy egy adott sípsoron keresztül szívja át a levegőt, és a mechanikai regiszter pedig azt jelenti, hogy valamit csinál az eszközben, amitől más lesz a hangja. Például kinyit egy szerepet, attól hangosabb lesz, elkezd remegtetni egy szerepet, attól milyen lebegő lesz a hangja. Vagy van olyan is, bár ez nem tudom, mennyire fog látszódni a videón, de hogy rátesz egy oktávot arra, amit épp játszok. Elmondom, hogy ez kevésbé látszik, hogy itt tulajdonképpen nem csak rátesz hangban, hanem az egy oktávval följebb lévő billentyű is egyszerre süllyed azzal, amit te megnyomsz. Tehát egy kicsit ilyen szellemjáték lesz. Illetve ami nagyon különleges, hogy még a klasszik szék is megvan hozzá, azt hiszem az eredeti szedből, ugye? Igen. Vagy igen, jól látom. Hát hadd szóljon meg, mondd el még, amit gondoltál, aztán hallgassuk meg, milyen hangot ad ez a hangszer. Igazából ennyi, úgyhogy megszólaltatom. Szerintem kántornak is nagyon szuper lennél. Gondolkodtál valaha azon, hogy ez leszel? Nem. Nem. Oké, ez mikrofonban is elhangzott. Hát én sok helyen hallottam olyat, hogy szerelt a harmónium, vagy legalábbis így kifogásolták a dolgot, amikor nem úgy szólt valami, ahogyan kellett volna, de ez eszméletlen profi volt. Most viszont új hangszernél vagyunk, meg is szállom. Meg amit mindig akartam, szabad? Nem a Mac-mester volt, jó? Na, átadom neked a pozíciót, mit fogsz ezzel játszani? Ezen egy Kurzweil szólóba fogok belejátszani, ilyen rózsos hangszín, e-pianos hangszínen szoktam ezzel játszani, és ami az érdekessége számomra, hogy rá van kötve egy szalagos echo pedál, amit szerintem nagyon szép a hangja. Thank you.
Nagyon tetszett az előző. Annyi csak a kérdésem, mérted már, hogy mondjuk egy billentyűt egy perc alatt hányszor tudsz leütni? Nem, de Csalóka egyébként az effekt is segít a gyorsságérzetem. Világos. Na mindegy, ebből van ilyen Guinness rekord kategória, hogyha gondolod, nem tudom, lehet effekt nélkül inkább. Most pedig úgy látom így a körülöttem lévő kütyükből, hogy Vangelis emlékét egy kicsit megidézzük. Engem lenyűgöz, amit látok, de mit fogunk hallani? Ez egy analóg szinti két oszcillátoros, ami ugyanúgy rá van kötve a szalagos ekópedára, és még átmegy egy másik effektkörön, és ezért szól egy picit teltebben. Foglaló belső hangja. Próbaterem, stúdió, alkotó műhely. Mindenhová beviszünk, hogy első kézből hallhass a legtehetségesebb bandákról. Ez a Hangpróba. Hangpróba. Van egy másik rovatunk, ez pedig a random kérdés, villámkérdések formájában. Nem tudom, hallottál már ilyet? Nagyon bólogatsz? Nem, vagy csak nyitott vagy mindenre? De nyitott, próbálok nyitott lenni. Oké. Okay. Arról szól a dolog, hogy egy percig dobálom feléd a kérdéseket, és ez a lényeg, hogy amíg a perc lejár, minél többre választ adj, egyszer passzolhatsz, és igazából ez ilyen bandák csatája, tehát összehasonlítom az induló előadói interjú alanyaimat, és a végén lesz majd egy bajnok az évad végén, aki a legtöbbet megválaszolja. Oké? Okay? Wow. Tehát egyszer passzolhatsz. Készen állsz? Készen. Hát akkor óra indul. Hangpróba. Random kérdés. Sorsolásra felkészülni. Forog a kerék. Villámkérdések. Ki a legnagyobb példaképed? Nils Fram. Csirke vagy sertés? Csirke. Ha most repülőre szállhatnál, hová mennél? Berlin. Milyen műfajú filmben játszanád el legszívesebben a főszerepet? Romantikus dráma. Mit eszel reggelire a legszívesebben? Zapkását. Melyik életkor szerinted a legjobb, aminek örülnél, ha örökké annyi éves maradhatnál? 32. Kitől fogadnál el bármikor zenei tanácsot? Arvó Part. Ki a kedvenc mesehősöd? Miki Egér. Melyik a kedvenc testrészed magadon? A füleim. Miért futottál utoljára? Miért futottál? Miért? Késtél, edzettél? Ja, villamos után. Inkább győzelem, vagy inkább döntetlen? Győzelem. Mi a kedvenc italod? Röcs. Milyen sorozatot nézel mostanában? Breaking Bad. Ki a kedvenc énekesnőd, vagy énekesed? Arcsa Veronika. Ha bármilyen állatból lehetne egy rózsaszín plüss figurád, mit választanál? Elefánt. Hát ez már így nagyon az egy perc utolsó pillanatában, de én ezt most még megadom és jó szívű leszek. Eszméletlen jól teljesítettél. 15 helyes válasz. Vagy hát remélem, hogy helyes válasz, nem fogom leellenőrizni, de le a kalappal, nagyon szép teljesítmény. Gyorsan és jól asszociálsz. Tudod, magadról szoktatok ilyen társas játszani, vagy bármi ilyesmit? Hát a bátyámmal volt rendesen ilyen társas játék, csata, activity, szerintem onnan jön. Szép. A fülednél nagyon felnevettél, miért? Vagy a kedvenc testrészednél? Mert pont most volt erről szó, voltunk egy kortárs táncos adáson hétfőn, és akkor ott szóba jöttek a átlagostól eltérő testrészek, és akkor annak kapcsán ez így beugott. Harcsa Veronika? Igen, őt szeretem nagyon. Zenéltetek már együtt? Nem. Szeretnél? Hát nyilván jó lenne, de azért ahhoz fülünk fel kell kötni a gatyát. De akkor szeretnéd, csak igen, értem. Mi volt a rózsaszín állatod, elefántot szeretnél? Uh-huh, jó, ez is jól hangzik. A fröccsöt meg tudom érteni, talán még egy, ami így különösebben, nem kettő, ami különösebben érdekel. Az egyik, az a 32 év a legideálisabb válaszod? Tehát ez tényleg olyan, hogy az lenne a legjobb végig? Nekem a kedvenc számom.
Igen, hát most 32 vagyok, és gondoltam, hogy akkor legyen a jelen, mint koncepció, csak ezt nem fejtettem ki ilyen hosszan, és akkor inkább... Teljesen jól tetted. És a másik, hogy mit mondtál, romantikus filmben játszanál főszerepet? Tehát, hogyha választhatnál, akkor az lenne a te műfajod? Igen, de azt nem gondoltam át, aztán teljesen csak úgy értett a szembe. Mert miért? Nem? Mégsem az való? Hát lehet, hogy inkább valami... nem is tudom, valami depressziós melodráma az jobban passzolna, de hát. Fenn se tudja. Jól van, figyelj, hogyha egyszer majd főszerepet játszol valamilyen filmben, akkor gondolj erre a beszélgetésre. Én nagyon-nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy beengedtél így a lakásodba. Grócz Bencével beszélgettem, a Konkoly megálmodója, megalkotója és maga a Konkoly, aki velem szemben ül. Hálás vagyok tényleg, hogy eljöttem hozzád. Én is köszönöm szépen a meghívást a műsorba. És nektek is nagyon köszönöm, hogy velünk tartottatok. Ez volt a Hangpróba legfrissebb epizódja. Kérlek, hogy kövessétek be a podcast csatornánkat, hogyha ezt eddig még nem tettétek volna meg. Így elsőként értesültök a legfrissebb részekről, és a korábbiakat is visszahallgathatjátok. Ezen kívül a Beat az ütős alternatíva műsorán csütörtökön 6-kor premier van. Érdemes ezt követni. Ekkor kerül ki egyébként a podcast csatornákra is a műsor, és a Beat az ütős alternatíva YouTube csatornáján pedig idővel meg lehet nézni videóformában is ezeket a beszélgetéseket. Én hétről hétre száguldok tovább, hogy legyenek újabb izgalmas terepek, amiket bejárunk együtt, próbatermekbe, alkotó műhelyekbe járok, és hozom a legklasszabb zenészek legjobb felvételeit. Úgyhogy tarts velem, tartsatok velünk, és nézzétek, hallgassátok a Hangpróbát. Rédl Ádám vagyok, köszi még egyszer a figyelmeteket, sziasztok! Ez volt a Hangpróba, a hangfoglaló belső hangja. Hamarosan újabb bandát látogatunk meg. Addig is iratkozz fel podcast csatornánkra, kövess minket Facebookon és a weboldalunkon. Találkozunk legközelebb is. Hangpróba. A hangfoglaló belső hangja. A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával. A műsor Rédl Ádám, a Beat az ütős alternatíva és a Petőfi Media Group közös produkciója.